Sziasztok! A mai videó témája nézői kérése, a februári Pure by Pixibox lesz. Ugye én nagy-nagy Pixibox rajongó vagyok, így ezt a kiadást is nagyon-nagyon vártam, és sikerült rá lecsapnom szerencsére. Ismét a szokásos barna dobozkában érkezett, amelyen látható egy Pure by Pixiboxos Cellux végig. Ugye ez azért szükséges, hogyha valaki netán felnyitotta volna előttünk, és látjuk, hogy ez a szalag sérült, akkor esetleg hiányos lehet a dobozka, és lehet reklamálni a postánál, de ilyen nálam még soha nem történt, mindig teljes mértékben sértetlenül és hiánytalanul érkezett meg ez a dobozka, úgyhogy vágjunk is bele, és nézzük meg, hogy miket rejtett ebben a hónapban. Felnyitás után egyrészt látható itt a csodálatos dombornyomott levél mintás papírkán a Pure felirat, másrészt található egy tájékoztató a termékekről, harmadrészt pedig a szokásos levél mintás kis papír védi a termékeket, és ezt félrehajtva tárul elénk a tartalma a doboznak. Elég sok minden van benne, tényleg sok mindent rejtett ebben a hónapban, próbálok tematikusan haladni és mindent szépen elmondani szokásos módon erről a papírról. A papíron elsőként a Kalénának a fürdőteája szerepel, hát ez elég érdekesen hangzik, ugye mindenféle fürdőtermékek léteznek a világban, fürdőbomba, fürdőhab, habfürdő, minden egyéb érdekes luxus fürdőtermékek is, ez pedig egy tea, úgyhogy el is olvasom, hogy mit ír róla a papír. A 100% pamut filterben gondosan válogatott bio körömvirág és bio hársfavirág, tengerisó és bio argánolajjal átitatott kakaóvaj található. Így használt, dobd be magad mellé a forró vízbe, vagy tartsd a zuhany alá, majd simogasd, dörzsöld vele bőrödet, hogy az minden értékes anyagot magába szívjon, amire csak szüksége van. Testfeeling és testápoló egyben. Tipp: ha úgy érzed, hogy már elhasználtad a benne lévő elixíreket, tartalmát bármikor felhasználhatod hasonló alkalmazásra, sőt, akár női problémák esetén kamillavirággal is feltöltve. Úgy érzem, hogy itt inkább a tasakjára gondolnak, tehát hogy miután elhasználtuk, ami benne van, esetleg a tasakot újra tölthetjük, és kamillavirággal is használhatjuk ezt, illetve egyéb gyógynövényekkel, ez nem egy rossz ötlet egyébként. Kiveszem nektek ebből a dobozból, amely egyébként nagyon kismutatós, hiszen körömvirágszerű kis teteje van, és így záródik, tehát ezt kell széthúzni két félre, és így tudjuk kinyitni. És belőle csodálatos illatú kis tasalkocska található. Ebben van egyrészt egy ilyen kis pasztilla, amely ugye a bioargánolajjal átütatott kis seavaj lehet, hogyha minden igaz. Emellett látok benne nagyon-nagyon sok körömvirág darabkát, és csodás illata van. A körömvirágnak tudtommal nincsen illata. Egy ilyen kicsit édes, kicsit talán citrusos, nagyon kellemes illatot választottak mellé, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit fog majd ezt tudni. Én nagyon-nagyon szeretem a mindenféle fürdőtermékeket, úgyhogy igazából alig várom, hogy ezt is elhasználjam. És ehhez kapcsolódóan kaptunk egy kis kártyát is, ugye most Bálintnak közeleg, és ezzel akarták kifejezni, hogy ők szeretnek minket, tehát hogyha netán ezen kívül nincs senki, akivel eltölthetnénk a Valentin napot romantikus estén, akkor ezzel a kis fürdőteával megtehetjük, és a túloldalán fel vannak sorolva, hogy mely plázákban, mely boltokban tudunk vásárolni, illetve mely webáruházakban tudjuk megrendelni a termékeket. Nagyon kis kedves kis kártya ez szerintem, kedvezményt én nem találtam rajta, ettől függetlenül nagyon kedvesnek találom ezt a dolgot. A papíron következőként felsorolt termék a Dizao Organics-nek az egyik kis anyagápolója. Olvasom először, hogy mit ír róla a papír. A Dizao színezett anyagápoló 90% bio és 100% természetes összetevőinek köszönhetően természetes csillogást kölcsön az ajkaidnak. Védi a szélsőséges időjárásban, gyógyírként szolgál a száraz, cserepes ajakra is, valamint teljes rúzsfedést biztosít. A csodás szírányalatokat gyümölcsök és zöldségek biztosítják. Hát ez nagyon-nagyon jól hangzik, hogy egy teljes mértékben natúra ajakápolót kaptunk. Én ezt már befotóztam egyébként a blogra, mert ott is szeretnék majd tesztet írni róla, hogyha már kellően teszteltem, kellő hosszú idő keresztül használtam, és tudok egy kifejlett véleményt mondani majd róla. Úgyhogy ott majd láthattok róla a közeljövőben még képeket. És belül egyébként a kis ajakápoló mellett egy további tájékoztató lapocska található, amelyen fel van sorolva az összes ajakápolójuk, én úgy gondolom, mert nagyon-nagyon sok termék van itt, valamint látható még rajta a szempilla spirál is, és ami nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, az a két szett, amelyet itt mutatnak, 6-6 ajakápolót tartalmaznak ugye különböző színekben, az egyik a sweet set, a másik pedig a lovely set, ennek mindenképpen utána fogok járni, hogy pontosan milyen színekről is van szó, ugye itt fel van sorolva, hogy milyen virágról vagy gyümölcsről kapta a nevét, de ez nem feltétlenül adja vissza a színét is. Amelyet pedig most kaptam, az a tulipán színű csodálatos árnyalat, nekem nagyon-nagyon tetszik, és egyébként maga az ajakápoló eléggé sötét színű. Nem tudom, hogy valóban rúzsfedést fog-e biztosítani, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok erre, hogy esetleg egy rúzshelyettesítő, ugyanakkor organikus, természetes terméket kaptam ezzel, ezt nagyon-nagyon remélem, úgyhogy mindenképpen tesztelni fogom, és mindenképpen be fogok róla számolni.
Az illata pedig csodás, egy icipicit mentás és ilyen natúr jellegű, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hogy kipróbáljam, és mondom, mindenképpen lesz róla szó a blogon is, illetve kedvencek között is. Remélem, hogy felbukkan és nem csalódásként, hanem valódi kedvenc termékként. Az olajkápolóhoz egyébként kaptunk még egy ilyen kis színtáblázatot is, úgyhogy itt végre megfejtést kapunk arra, hogy melyik dövény, illetve virággyümölcs neve milyen színnek felel meg, úgyhogy ez kicsit részletesebben felsorolja és jobban átlátható, mint az előbbi kis tájékoztató, ami az olajkápoló csomagjában volt. Mindenképpen végig fogom böngészni, és hogyha beválik, akkor biztos vagyok benne, hogy egyéb színeket is ki fogok belőle próbálni. Nagyon-nagyon tetszik ez a gondolat, hogy rúzs minőségű, ugyanakkor natúr termékről van szó. A papíron harmadikként a Reforma nevű termék szerepel, amely a Dr. Kellennek az egyik terméke, úgyhogy először szintén olvasom, hogy mi szerepel róla a papíron. Teljes kiszerelésű termék, 150 ml, csomagonként egy darab, változatos típusok, vagy Reforma 3D karcsúsító lotion, vagy Reforma cellulit krém. Ezek közül nekem a 3D karcsúsító lotion jutott, úgyhogy erről fogok tovább olvasni. Ez a szuper karcsúsító és anticellulit krém három dimenzióban formálja alakod a természetes zöld kávé kivonat és a biorozmaring erejével. Hidratál, feszesít, antioxidáns, anti-aging sejtvédő hatású. Hipoallergén, tartósítószert és színezőanyagot nem tartalmaz. Na most ugye szerintem a Pixibox arra utazott rá, hogy még így viszonylag évelején járunk, és ilyenkor sok ember megfogadja, hogy egészségesebben fog élni, esetleg ledob egy kis súlyfelesleget magáról, és igyekszik eközben természetesen feszes is maradni, tehát feszesen tartani a bőrét, és erre való ez a termék, zöld kávét és L-karnitint tartalmaz, és ugye nekem már a Laveirától van egy zöld kávés testradírom is, az is egy natur termék, úgyhogy úgy érzem, hogy ezt fogom utána bevetni, amikor azt használom tusoláshoz. A zöld kávénak ugye a feszesítő ereje és a méreg megtelenítő hatása is jól ismert. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, nagyon tetszik az, hogy pumpás kiszerelésű termékről van szó. Kicsit ugyanakkor tartok is ettől, ez nálam mindig ilyen kettős érzéseket kelt, hogy vajon minden terméket ki tudok-e majd nyerni a végén belőle. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit tud, tényleg mindenképpen lesz róla szó, majd beszámolok, ugyanis a Dr. Kellen, ráadásul magyar termék és a magyar cégek nekem mindig is közel álltak a szívemhez, és hogyha tehetem, akkor magyar cég termékeit is használom és jó szívvel ajánlom, ugyanakkor nehéz igazán jó termékeket találni, úgyhogy hát remélem, hogy ez be fog válni, és remélem, hogy kedvencek közé kerül szintén. Mindenképpen visszatérek majd rá, és beszámolok a tapasztalatokról. Közben eszembe jutott, hogy megmutatom magát a terméket is. Egy világos zöld termékről van szó, nagyon érdekes színe van, eléggé híg. Az illata pedig csodás, szintén egy kicsit mentás és olyan candy cane jellegű, hogyha ismeritek ugye az amerikai karácsonyi édességet, ezt a kis piros-fehér csíkos kis cukorkarudat, na ennek olyasmi illata van, úgyhogy nagyon-nagyon szeretni fogom ezt használat közben is szerintem, mert ez az egyik kedvenc illatom. A papíron következőként a Coconut Oil Cosmetics-nek a terméke szerepel, nagyon sok félét kaphattunk belőle, és egyébként annak ellenére, hogy Coconut Oil a nevük, igazából ez egy magyar cég, és az az ő szlogenjük, hogy csak azt kend a bőrödre, amelyet meg is ennél, tehát megmernél enni, úgyhogy abszolút élelmiszerminőségű, teljesen biztonságos natúr összetevőkkel dolgoznak. Először most felolvasom, hogy milyen termékeket kaphattunk, és aztán beszélek arról, hogy melyiket kaptam, és arról fogok tovább olvasni a papírról. Lássuk! Kaphattunk arcszérumot, ez volt az első lehetőség, aztán volt ajakradír és ajakápoló balzsam, ezt Oscar Lagion ajánlásával kaphattuk. Volt itt még hajregeneráló szérum, volt körömápoló olaj, volt pure golyos dezodor, jól hangzik, és azt hiszem, hogy talán ennyi, nem egészen sorokra bontva van, de úgy látom, hogy ezt a fajtát, ezt az öt fajtát kaphattuk. Ezek közül nekem az arc szérum jutott, aminek nagyon-nagyon örülök, mert körömápoló olajom még van, szintén natur, ugye az Aromaxnak a gyártmánya, nagyon-nagyon szeretem. Emellett még esetleg a hajregeneráló szérum érdekelt volna, de mivel arc szérumom éppen elfogyóban van, a csipkebogyó olaj igazából az, amely mindjárt el fog fogyni, ezért nagyon nagy várakozásokkal nézek elébe, és egyébként ezt az olajat én megszagoltam, és nem igazán tudtam behatárolni az illatát, teljesen natur és illatmentes igazából, tehát csak az összetevők illatát érezhetjük, én úgy vettem észre, és akkor lássuk, hogy mit is ír róla a papír. Energiával tölti fel és vitalizálja az arcbőröd. Magas antioxidáns tartalmú készítmény az öregedés jelei ellen. Organikus, kizárólag ehető minőségi anyagokból áll. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy mindenképpen beszámolok majd erről is, hogy hogyan vált be.
A Coconut Oil egyébként mellékelt egy kis tájékoztatót is, amelyen egyrészt láthatóak a termékeik, tehát hogy milyen termékeket tudunk tőlük beszerezni, másrészt a túloldalán azt a leírást kaptuk, hogy ha lefényképezzük magunkat a kapott termékekkel, és ezt feltöltjük a Facebook oldalra, vagy elküldjük e-mailben, akkor kapunk egy 25%-os kupont a webshopba, valamint egy kis vászontáskát. Ugye ez is a környezettudatosságnak az egyik válfaja, vagy egyik jellemzője, hogy az ember nem kér nejlonzacskót az adott áruházakban, hanem van egy-két ilyen vászonszatyra, ezt mindig magával viszi, és nem használ újra a környezetre káros nejlonzacskókat. Ez nagyon kedves gondolat szerintem, úgyhogy mindenképpen meg fogom tenni ezt, hogy lefényképezem magam az arcszérummal, és remélem, hogy én is kaphatok egy kupont, valamint egy kis vászontatyót. A következő tétel a papíron az Aromax ápoló olajai, amelyek teljes kiszerelésű termékek voltak, és csomagonként egyet kaphattunk, különféléket egyébként, úgyhogy először most ismét kikeresem, hogy milyeneket kaphattunk, aztán pedig rátérek arra, hogy nálam melyik landolt. Kaphattunk földi morgyoró olajat, amely ugye ekcémás bőrre is nagyon jó, lábápoló olajat, kaphattunk még pattanáskezelő oldatot, valamint szőlőmagolajat, és azt hiszem, hogy ennyi, tehát nem volt benne az én nagy kedvencem a körömápoló olaj. Egyébként hozzám a lábápoló olaj jutott, amely szintén egy nagyon jó választás szerintem, hiszen kézápoló termékem rengeteg van, lábápolóm is van most ugyan kedvenc, ugye volt most nemrég egy bejegyzésem a kedvenc láb- és kézápoló termékeimről, ehhez lesz link a leírásban, hogy el tudjátok olvasni, de mindig jól jön a lábápolásban egy új összetevő. Egyébként, ha jól emlékszem, 2017-ig áll el, valóban áprilisig, úgyhogy igazából van több mint egy évem, hogy ezt kipróbáljam és elhasználjam, mindenképpen szeretnénk majd róla beszámolni, hogy hogyan vált be, de először felolvasom, hogy mit ír róla a papírka. Használatát a kiszáradt, megkeményedett és kirepedezett sarok, illetve lábujjak ápolására ajánljuk. Ennyi. Tehát úgy tűnik, hogy azt jelenti ki ezzel, hogy még a kirepett sarkat is helyre tudja hozni, és rendkívüli módon puhít. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tud. Tényleg nagy várakozásokkal nézek elébe. Összetevők között egyébként mindenféle olajak vannak latinul felsorolva, hogy most nem tudok rá kitérni, hogy pontosan mikből van, de nagyon-nagyon várom, hogy hogyan fog teljesíteni. A kiszerelés egyébként az illóolajak esetében szokásos, tehát nem olyan kis pipettás, mint a körömápoló olajam, hanem csepegtetős fajta, ahogyan ez az illóolajak esetében lenni szokott. És nagyon kellemes, icipicit eukaliptuszos, icipicit mentes, de nem az a tolakodó jellegű illata van. Tényleg nagyon várom és nagyon remélem, hogy ez is be fog válni, és szintén a kedvencek között fog landolni. A papíron utolsóként a Damona zöld kávé tabletta szerepel, itt nincsenek variációk, mindenki ezt kaphatta, és ugye ez ismét az előbb említett évelei fogyókúrás fogadalmakhoz kapcsolódhat, hiszen a zöld kávé segíti az emésztést is, tehát belsőleg is alkalmazható, nem csak külsőleg feszesítésre. Elolvasom, hogy mit ír róla a papír. Zöld kávé kivonatot tartalmazó étrend kiegészítő tabletta. A zöld kávé a le nem őrölt kávébab kivonata, amelynek legfőbb hatóanyaga a pörkelés során egyébként lebomló klorogén sav. Adagolás, naponta 1-2 tablettát bőséges folyadékkal lenyelni. Figyelmeztetések. Az étrend kiegészítő fogyasztása nem helyettesíti a kiegyensúlyozott vegyes étrendet és az egészséges életmódot. Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépd túl. A készítményt tarts gyermekektől elzárva. Na most ez 100 darab tablettát tartalmaz, naponta 1-2 tablettát vehetünk be, tehát igazából, hogyha kettőt beveszünk, akkor is több mint egy hónapra, majdnem kettőre elegendő adagot kaptunk. A bőséges folyadékot egyébként mindenképpen ajánlom, hogyha bárki fogyókúrázik, vagy testedzést végez, mindenképpen fontos. Segíti a méreganyagok kiürülését is, mindenképpen igyatok eleget, legalább 2-3 litert naponta. Ehhez is ezt írják, és ez nagyon tetszik egyébként, hogy azt írják, hogy nem helyettesíti a vegyes étrendet és az egészséges életmódot, nem jelentik ők azt ki, hogy ezzel most minden meg van oldva. Segíthet ez abban, hogy gyorsítja az emésztés és jobban lebontja a méreganyagokat, de egyébként sajnos nagyon oda kell figyelnünk a táplálkozásunkra, változatos módon kell étkeznünk, sok vitamint enni és emellett testedzést végezni, hiszen ezzel tudunk igazából fogyni és feszesedni, de nagyon-nagyon tetszik nekem ez a termék, igazából én régen már szedtem zöld tea kapszulát, nem nagyon láttam hatását egyébként, de igazából ezeknek a zöld teáknak, zöld kávéknak amúgy is van jótékony hatása, tehát hogy esetleg nem is segíti a testsúlyvesztést, akkor is hasznos lehet őket szedni, úgyhogy kíváncsi vagyok, és remélem, hogy be fog válni. És a sok-sok termék mellett még két kis kártyát is kaptunk, az egyik az a Natural Skin áruházba egy kupon, amellyel kedvezményesen vásárolhatunk március 15-ig 10%-os kedvezménnyel, és náluk kapható például a Madara, a Naobay vagy Neobay és a Mossa, valamint a Dizao, ugye az előbb mutatott ajakápoló, ajakszínező is, úgyhogy szerintem ez veszélyes lesz rám nézve, mindenképpen körül fogok nézni náluk.
Emellett pedig kaptunk még egy KAP kártyát, vagyis kell a púdernek a rövidítése, ugye ez egy magyar sminkmárka, ásványi púdereket, szemhéjpúdert, arcpúdert, alapozott ilyesmiket forgalmaznak, és nekem van tőlük 3 ecsetem, mert én ugye ecsetmániás vagyok, és amint megláttam, hogy egy magyar márkának is lettek új ecsetei, megrendeltem őket, és azt kell, hogy mondjam, hogy csodálatos taklon ecsetekről van szó, rendkívül tömöttek, nagyon-nagyon-nagyon szeretem őket, nagyon beváltak, és 20% kedvezményre jogosít ez a kis kártya, úgyhogy lehetséges, hogy fogom használni, és még rendelek 1-2 ecsetet. Én igazából a termékeiket csak azért nem néztem ki magamnak, mert a tégelyes pigment termékeket én nem szoktam használni. Én lusta vagyok ehhez, én szeretem az összepréselt szemhéjpuder palettákat, azt egyszerűbb használni, de egyébként mindenfelé jókat lehet olvasni a Krémmánián, és hogyha utána néztek, igazából nagyon pozitív vélemények vannak erről a márkáról. Ez volt tehát a februári Pure by Pixibox, nekem nagyon tetszik a tartalma, majd mindenképpen írjátok meg a leírásban, hogy nektek tetszik-e, megrendeltétek-e, illetve hogyha nem, akkor bánjátok-e, hogy nem lett a tietek. És gondoltam, megmutatom Maszatot, mert sokszor szoktátok őt hiányolni, ő ritkán jön ide a videó közben, de most éppen idejött, úgyhogy gondoltam, hogy vele is találkozhattok ezúton. És nagyon szeretném megköszönni, hogyha itt voltatok velem, gyertek máskor is, és arra kérlek titeket, hogy ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, mert ez nagyon sokat jelent nekem, emellett pedig kívánom, hogy legyen nagyon szép napot és nagyon jó hétvégétek. Sziasztok!